Vendégem Kis László csillagász, akadémikus, eltökélt ismeretterjesztő, a YouTube csatornáját hallgattam a kocsiban, amikor jöttem idefele, egészen rákattantam, úgyhogy lehet, hogy hazafele is ezt fogom hallgatni. Nagyon sok érdekes információ van. Néztem az arcát, miközben néztük a filmet, volt, amikor nevergélt, volt, amikor összehúzta a szemöldökét. UFO kérdés, ki a bolond, aki hisz bennük, vagy aki nem hisz bennük? Szerintem egyik se bolondek, azt kell, hogy mondjam. Tehát a bolond ugyanúgy a UFO hívők között is van, meg az UFO nem hívők között is van. Ugye mostanában azt szoktam mondani ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy az ufózás és az asztrológia valahol a modern hitpótlékok közé tartozik. Az emberi lélek igényli azt, hogy valamiben higgyen, és azért a klasszikus egyházak, a klasszikus vallások azért visszaszorultak a 20. században. Most van egyfajta újjászületésük, de nagyon sok ember elvesztette hitét mondjuk a klasszikus prófétákban, és keresik azt a témát, amiben higgyenek. És azért, az ufózást én ilyenek látom. Azért hitkérdés, mert ugye a végtelenségben nagy valószínűséggel, vagy értelmességgel nem lehet kizárni azt, hogy vannak élőlények, vannak akár értelmes, vagy kommunikációra képes élőlények, de ugye erre még eddig semmiféle bizonyíték nincsen. Az, hogy itt röpködnek fölöttünk, ebbe én annak az értelmezésében, hogy ezek idegenek lennének, ebben nem hiszek. De itt megint csak a kulcs szó a hit. Ez egy hitvita valahol, elhisszük vagy nem hiszük. A csillagászok, a tudósok, akik a földi légkörön túli világgal foglalkoznak, alapvetően én azt gondolom, hogy ők sem hiszik, hogy van élet máshol, de szeretnék tudni. És a hit és a tudás között azért én minőségi különbséget érzek. És amikor az elmúlt 25 évben a csillagász közösség a világban küzdött azért, hogy például a James Webb űrteleszkóp 12 milliárd dollári megépüljön, akkor azt állította, hogy ez egy olyan eszközünk lesz, amivel, ha van élet máshol, képesek leszünk kimutatni. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a szakma szeretné hinni, hogy van élet máshol. És ehhez drága játékszereik vannak, akár a Földön, akár fönn az űrben. Több tíz, meg 100 milliárd dolláros teleszkópok, távcsövek és mindenféle. Maradjunk tíz, a legdrágább 12. És ami fönn van valahol? Az a legdrágább. Az a legdrágább 12. És azért még egy szót hadd tegyek ehhez hozzá, hogy a manapság, ugye szó volt a Pentagon jelentésről, hogy ők már nem is UFO-nak hívják, hanem Unknown Aerial Phenomena, tehát ismeretlen légköri jelenségként hívják már, ami egy kis különbségtétel a korábbi képest, de ugye Amerikában pontosan tudjuk, hogy a közbeszéd nagyon igényes, hogy pontosan fogalmazzanak, és itt most azt mondják, hogy ismeretlen légköri jelenség. Senki nem mondja azt a Pentagonban sem, hogy ezek akkor idegen lények, de például följák a figyelmet rá, hogy igenis versengő nagyhatalmak, fegyverkísérletei is lehetnek, bármi lehet itt a Földön is, ami adott esetben nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. Nincs szükségünk idegen lényekre az, hogy ezeket valódi kérdésként tekintsük. Én egyébként szeretem a science fiction-t, imádom, én szeretnék itt, ha kimelépnék az épületbe, szeretnék legelsőként egy UFO-val találkozni, de hozzá egy taxisofőr lesz helyette. Igen, az viszont biztos. Viszont ugye említettük a Pentagon jelentést, ugye több száz UFO észlelésről, vagy valamilyen jelenség észleléséről semmiféle magyarázatot nem tudtak adni, ez nyilvánvalóan nem bizonyítéka még annak, hogy itt valamiféle UFO észlelés történt itt volna. Itt jön be a hitfaktor, ha azt hisszük, hogy ez azt igaz. Ha van valami előzetes prekoncepciónk, mi ezt szeretnénk hinni, akkor akár ezt is tekintetjük annak bizonyítékául. De ha azt mondjuk, hogy nem tudjuk, és tényleg megmaradunk a hideg logikának a szintjén, hogy ha nem tudjuk valamiről, akkor az ott véget ér, ott pontot teszünk, ezt nem tudjuk. Ez a Fermi paradoxon, nem? Hát valahol nagyon sokat olvastam erről, ez a Where is everybody? Tehát, hogyha hol vannak, van akkor, hogy hol van, hogyha vannak, akkor hol vannak? Nagyon sok lehetséges megoldás van, és igen, egyébként vannak annyira szélsőséges megoldások is, hogy mi adott esetben nem is biológiai lények vagyok, hanem mesterséges intelligenciák, és mi most valójában fotonokat cserélünk optikai kábelen keresztül, mint... Voltak ilyen teóriák, megkeresik az UFO-kat, hiszen az UFO-k mi vagyunk, a élőlények, akik itt élünk ezen a Föld nevű bolygón, de ha már itt tartunk, akkor például akár a Covid ügy kapcsán, most nem akarok teljesen blödségeket mondani, ugye az emberek mindig ilyen humanoid-szerűen képzelik el az UFO-kat, tehát ilyen emberszerű képződmények van, kezük, lábuk, ujjuk, lehet, hogy nem öt ujjuk van, csak két-három ujjuk van, de akkor is hasonlít, nagy szemeik vannak, stb. És az valahogy arról nem nagyon hallani, hogy az UFO-k miért nem mondjuk a baktériumok, vagy miért nem a vírusok, vagy a...
bármilyen sejtmag nélküli szerveződések. Erre mondja azt az ember, hogy a minőségi science fiction ott kezdődik, ahol nem humanoid az UFO lény. De ez mind science fiction téma jelenekre. Tudományos fantasztikum az, hogy hogyan nézhet ki az élet. Ugye mi csillagászok, amikor a James Webb-el keressük mondjuk életjeleit más bolygókon, más csillagok körül, akkor eleve abból indulunk ki, hogy földihez hasonló életjeleket keresünk, mert azokról tudjuk, hogy mert milyenek. Önök is egy kicsit ilyen antropomorf, persze, lehet, hogy vannak gondolkodó sziklák, amik 50 ezer évig élnek, és mindenféle ügyes dolgot csinálnak a fejükbe. De önök mégis rádiójelet. De mi nem tudjuk, hogy azok hogy néznek ki messziről, ezért őket nem is tudjuk keresni. Tehát nyilvánvalóan itt van egy ilyen antropocentrikus megközelítése az egyik tábornak, a másik tábornak is, meg azoknak is, akik a kettő között, hát mondjuk így, hogy kószálnak. Hiszen mi is, most nem is tudom melyik, a Voyager, vagy nem tudom melyik űrszondába, egy ilyen aranylapba belekarcolva ott volt, hogy néz ki az ember, meg valami dallam, meg nem tudom. Tehát, hogy azt feltételezzük, hogyha ez valóban eljut, és mondjuk megkaparintják a földön kívüli kultúrák, akkor ezzel tudnak valamit kezdeni. Igen, és 45 év alatt eljutottunk egy fénynapra. Túlságosan emberi gondolkodás, igen. Nem? Egy fénynapra jutottunk el 45 év alatt, ami azt jelenti, hogy a 1600-1800 fénynapra levő legközelebbi csillag, 4¼ fényévre a Proxima Centauri, az olyan 60 ezer év utazás a jelenlegi technikánkkal. Tehát igazából például, hogyha küldenénk egy másikat a csillagközi térbe, ma már valószínűleg sokkal jobb sebességgel indítanánk el, és valószínűleg leelőzni a korábban indítottat, és egész másképp gondolnánk mondjuk a 2030-as években egy ilyen csillagközi szondának a fedélzeti tartalmát, mint a 70-es évek végén gondolták. Tehát itt ugye 40-50-60 év sok idő az emberiség életébe, de valójában a csillagközi térben, a bolygóközi térben, vagy a csillagok és exobolygók közötti térben, ez egy szempillantás, egy ilyen semmi. Órákig tudnék erről a témáról beszélgetni, imádom ezt a témát, de sok időnk nincsen, de annyit még megtettem az adás előtt, hogy beütöttem a keresőbe, csak az elmúlt néhány hét vonatkozásában a hírkeresőben, mindjárt meg is mutatjuk azt a keresőt, beütöttem azt a szót, hogy UFO, és azt lehet látni, itt vannak, hogy ez tényleg egy-két nap vonatkozásában irgalmatlan mennyiségi, tehát ez a téma ott van az emberek, most ne vekengünk azon, hogy mennyire hitelesek ezek a hírforrások, vagy mennyire nem. Téma mindenféleképpen az UFO észlelés. Ez téma, és egyébként most jön a tavasz, március, április, amikor a Vénusz bolygó esthajnal csillagként ott fog ragyogni az esti égen, eszméletlen fényes valamiként, ilyenkor minden 1,6 évenként megnövekszik az UFO észlelések száma, mert az emberek rácsodálkoznak az esti égen, mi az Isten az, ami ott ragyog, és akkor jönnek a telefonhívások, szerintem. És akkor mondjuk, ez a Vénusz bolygó, pedig olyan szépen ment a fák fölött. Tehát ugye ezek a tipikus jelenségek, amik most a következő hónapban meg fognak szaporodni. Ha már itt tartunk, és ez tényleg az utolsó kérdésem, már az időnk is lejár, de majd valahogy belepasszírozom a vége mondandómat, hogy idén mire figyeljünk, ugye most még január van, milyen csillagászati érdekességek. Most van egy szép üstökösünk, ami ugyan távcsövet igényel, de egész éjjel látszik, és esti... Biztos, hogy elmegy a föld mellett. A 40 millió kilométer, elég messze, és az esti égen most április végéig a Vénusz, a Szaturnusz, a Jupiter, a Mars bolygó egymás körülötten keringőzik, a holdsarló is föl fog tűnni csomószor, tehát ilyen nagyon szép esti bolygó együttállásokat tudunk megcsodálni a következő mondjuk 3-4 hónapban. Kis László professzor úr, köszönöm szépen, hogy itt köszönöm szépen az információkat.